Szerbusztok, Zsömle vagyok, itt vagyunk, Eurotruck Simulator, online, multiplayer, itt van velünk King, hello King. Ali. És itt van velünk Doggy Andi, és végre megértük, szia Andi. Sziasztok! Na, és akkor ott vagy, ott tartottunk, hogy Amsterdam Carlist fogunk vállalni, és mind a hármunknak van. Ja. Akkor mehet. És nyomunk egy háromfős konvojt, ez a történelmi első háromfős konvoja, én is üdvözlöm az én nézőimet. Azért már így illik egy kicsit így beköszönni így a sajátjaimnak is, mert ugye ez így mind háromunk csatornáján és akkor az, látható. Jaj, bocs, hogy belepofázok, akkor az A10-esen találkozunk, ugye? Az A10-esen találkozunk, oda kell majd jönni, és akkor onnantól megyünk valahogy, és akkor így ennyi. Ja. De én még megyek fővenni a fuvart, úgyhogy bevárjuk egymást mindenképp az A10-esen, de legkésőbb a kikötőben ebben állapodjunk meg. Jó. Én a leállósában megállok az A10-esen valószínűleg. Jó van. Ez ugye Eurotruck multiplayer még mindig, aki nem vette volna észre, hát vár, mondjuk szerintem nem annyira nehéz észrevenni. Úgy azért... elmondjuk, vagy mondom, vagy mi, vagy ja. Ja. Hát nálam ez még eléggé új a csatornán, úgyhogy köszi, hogy elmondtad az én nézőimnek is így. Ja. King a király. Szó szerint. Hú, de megy ez a kamionban. Hát mivel, ja, de van pótló, jó, akkor nem szóltam. De mennyi már kifele, mert nem tudok tőled kimenni, mennyi, úgy szépen, na. Babi néni, cső. Meg szerintem a játéknak nincs is hangja, vagy lehet, hogy van, de jobb is, ha nincs egyébként, mert igazából csak a motorhangok elnyomják a cuccot. Ha nem lenne hang, akkor elnézést mindenkitől, majd a következő részben bepótoljuk a hangokat. Direkt duplájára fogom venni, hogy mindenki megsüketüljön. És utána minket nem lehet majd hallani. Jó lesz ez mindenkinél. Összekonyuljuk majd a mikrofon hangokat. Na jó, itt várok az A10-esen. Elméletileg én már rajta vagyok, de itt még nincsen leállóság. Én itt vagyok a nagy kanyar előtt egyébként. Meg itt keringőzöm és... nem tudom, hogy angol vagy bécsi. Aha, szerintem látta. Szóvicceket hagyjuk. Itt vagy mögöttem. Itt a, igen, vészvillogozok, de belén megy erre. Álljatok oda, én nekem még föl kell venni ezt a szart. Jó, akkor itten vészvillogozunk, azt várunk. Vészvillogod mivel kapcsolom be? F. F. És kapcsolja ablaktörlőt meg lámpát, mert esik az eső. Ablaktörlőt? Itt nem esik. P betű. Nekem nem esik itt az eső. Nekem esik. Azt te vagy. Zsömle, neked se esik? Nem. Hát akkor nincs mondjuk... szinkronizálva az eső? A lámpát azt jól teszik. Jó van, bevárunk ki, nyugi. Jó van, csak szarakodom itt, most én nem tudok ráállni, nem tudom, hogy miért. Majd mindjárt meg lesz, most van, most. De most te. Ki lesz a konvoj, vezető? Nem tudom, ki legyen. Hát a hölgyeké az elsőség. Persze, aztán majd mindenki belém jön. Az nem baj. Az nem baj. Hát ez pontosan mindig, aki elő van, az szívja meg. Hát most... inkább egy nőbe menjünk bele, mint a másik kamionba, nem? Jó, Zsömle, cenzúra csatornára. Majd nyomatok sipot. Vagy valami szexi kacsa hangot. Jaj. Sexy time. Szembe jövőknek majd dudálunk, nem? Hát mi az, hogy? De még hogy fogni dudálni benne? Hol állsz, King? Mi van? Nekem másfele kell menni, ne szórakozzatok már. Ti is arra fölfele északnak mentetek? Se tudom, merre van észak, ne szopass. Az konkrét, nem tudom, jó. Mi az A10-esen vagyunk. De az A10-es, amerre az A7-es van, nagyítsátok ki a mapot? Arra, igen. Jó, akkor oké, akkor jó, akkor jövök. Akkor happy, happy. Because I'm happy. Jövök már közben. Várunk. Nekem ilyen vállalkozói rajságos fuvarom van, azért föl kell tenni a pókit. Mert én már ilyen nagy vállalkozó vagyok. Én is az vagyok igazi már, King. Csak én gyors fuvart választottam. Ja igen, csak te hiteltből, jó van. Hát jó van, muszáj volt. És a egyenlegen mínusz 902 euró. Az konkrét. Ja, hát ez azért volt, mert eltűntek a fuvarjaim, úgyhogy már lehet, hogy új profilt kell kezdenem nekem. Éj, a vészvillagós csávó! Ott meg, vagy a... megnők. Na akkor kimegy elő, Landi, mész előre? Hát, mehetek végül is. Akkor hajrá!
Vészvilogot mivel kellett bekapcsolni? F. Kikapcsolni? F. Ő betű. Köszönöm. Jó van, hát akkor gyertek. Megyünk. Jövünk. Jövöm le második. Hajrá. Megyek. Én majd innen hátulról protektelem hallod, a társaságot. Hallod, ez akkor a feeling, hogy beszarsz. Nagyon jó. Akkor csapassuk, hogy itt le is kell rögtön menni, nem? Ha. Igen. Nem hallom a dudát, most ez tök szar. Lehet, hogy közben én kilépek majd a hajókázásnál a beállításokba és beállítom a hangot vissza. No para. Mert ez így nem jó. Jaj, nehogy neki menjek a korlátnak, bazd meg. Nehogy majd beégek. Az elég ciki lenne. Ja, főleg a dupla. Jön még majd tücsök, meg liver is, és akkor már 5 fős konvoj lesz. Ja. Én megpróbálok a hungarok kamionból összebarátkozni pár emberrel, és akkor majd ti is jelentkeztek hungaroba, és akkor majd lesz egy ilyen hungarok kamionos konvojunk. Andi, tóljál neki, figyeled. Hát, ha egyszer lehet 80-nal menni, akkor miért ne? Mondjuk pont 70-nel megyek, de... Ja, én is egyébként. A Zsöminek csak 70-nel szabad menni, amúgy, mert a pótkocsinak a hátulja 70 van. Jó, de a GPS 80-at mutat. Jó van, Zsömi mindig száguldozni akar, megengedjük neki. Jó lesz nekem a 78 is. Amióta tönkre ment a fülbedugós fülesem, ott a nyomja a fülemet a fejhallgató. A komponát mink akkor már bal oldalon kell menni, ugye? Akkor már bal oldalon kell menni, nehogy valami kötője kezdje jobb oldalon menni, mert a jobb eset az, hogy megbírságolnak, a rosszabb meg az, hogy beléd mennek. Ja, kettő közül valamelyik. Vagy kibannolnak, nem? Hát, ezért nem szoktak, bannolnak? Maximum kikelni szoktak érte. Hogy erígy vissza a másik oldalra. Ja, itt már 50-nek kell menni, szóljatok. Jó, várja. Lejtő, az alapszó, hogy lejtő, ne izé fékezzé, mert visszagurult. Nem egyszer jártam már így. Jó, nem jönnek. Mi az indexelünk erre? Zsömle hátulját mindjárt megstukolom. Zsömle, volt egy tábla. Kivittem a táblát? Az igen. Hú, várjál. Mindjárt itt vagyunk a kikötőben. Az 50 annyira lassú. Aha. De legalább biztonságos. Kanyarba. Hát nem ez a játék. Kanyarba az nem is gyors egyébként. Ja, most jön a kanyara. Most már 30 lesz. Most már 30 elvileg. Ja. Itt kell lekanyarodni, vagy nem? Jaj, óvatosan fékezd. Ki? Láttam, a visszapillantóban majdnem nekem jöttél. Menj egyenesen, Andi. Én úgy megstukkoltalak, hogy párosodtam Tórahoz. Csak néztem, hogy hol kell lekanyarodni, elnézést. Itt. Már 4%-os károsodás. Jaj, milyen kicsi hely van itt. Úha. Fönt akadtam. Fönt akadtál? Aha. Vigyázz, mert itt vagyok mögötted, ne tolass. Stop! Hát ilyen egyik kerekem jó, szerintem valahol. Jó, akkor itt az idő, hogy visszavegyem a hangot a játékba. Most hangot. Állj meg, Andi, kikerüllek, állj meg! Hát hogy kerülsz ki? Itt melletted most elmegyek a nagy placon, igen. Így. Jó, a játék hangok. Ott van egy nagy plac. Igen, középpen. Aha, szóval akkor lett volna olyan hely is, ahol el tudok menni. Aha. Jó, és akkor itt vagyunk. De King, szerintem gyere majd előre. Te mondd meg, hogy melyikbe menjünk. Egy, itt csak egy van. Ja? Mi ez a diszkófény? Ja, az ilyen narancsárga villogó. 12-es szintől elérhet. Egy van, akkor time-ba megyünk, ugye? Ja, én már nyomom is. Én is. Az rablás 1212-t levesz. A disznó. Tökő, én mínuszba vagyok, akkor hogy veszi le? Úgyhogy még mínuszabban leszel, úgy. Okay. Melyik? Ja, egy darabban jó. Az úgy jó. Én már csapatom is kifele, úgyhogy én megvárlak titeket, aztán váltunk egyet. Jó. Akkor én leszek elő. Oké. Okay. Itt vagyok melletted, King, egyébként. Én meg jövök mögöttetek. Hobal? Mehetünk, bal oldal. El ne felejtsük. Jobb kormány, vagy bal kormányos kamionokkal szar bal oldalon menni. Igen,
De zsömlem, milyen szívbajt kapott azon, rögtem első részben, izé. Mondom, jobb oldalon van a kormány, mert angjával vagyunk. Ne basz már föl! Ja. Nagyon gáz volt. Jössz te is, Andi, mögöttünk? Aha, igen, csak kicsit gyorsan mentek. Ja, de is próbálok egyébként iramot tartani. Beállítom a tempomatot. Azt tudod, a tempomatot hogy kell használni, Andi? Hát tudom, hogy mit csinálna, csak nem tudom, melyik gomb. C betűvel állandósítja a sebességet, de ha fékezzel váltasz, vagy gázt adsz, akkor tempomat vissza. Ja. Aha, oké. Okay. Vissza nullára. Elvileg nekem a kijelzőn kiírja, de attól függ, milyen kamionod van. Ja, attól függ, hogy milyen kamion. Itt vannak izé sebességmérő kamerák, szóval a 64-et betartani, én a 62-t inkább ajánlom. Ja. Nehogy megbüntessen ez a disznaj. Furcsa, ilyenkor nem jönnek szembe. Ja, most jön-e? 48 még. Visszadudált, ez az. Nekem nincsenek hangok. Mert kihúztam az Avermédiát, és most nem hallok semmit. Meg az Avermédia sem hall semmit. Ez jó. Meg ki kellett szedni, mert nem működött, mert bugos volt. Most nincsenek hangok. Na, mennyire vagy lemaradva, Andi? Itt vagyok mögötted, itt vagyok körforgalomban. Ja, látom, oké. Okay. Néha kicsit késik a multi, szóval számoljátok bele egy picit. Ja. 64-gyel lehet menni. Mi van most? Miért nem adsz gázt, köcső? Na. Menjél már! Lassan gyorsul ez a kamion. Ja, lassan lassul. Hát nem versenyautó. Vagytok mögöttem? Itt vagyunk. Jó sötét van. Hát, órom is se látok kávé. Pont 64-en megyek. Csúnyán néznek a reflektorral, mész? Na, hát multiba hát lehet. Még kellett bekapcsolni a reflektort, az egy jó kérdés. A J betűt nyomva tartod. J betűvel. De hát ez nyomva tartás, ezt nem fogom nyomva tartani. Néha jó. Viszont én egy picit lemaradtam. Meg ez... Bevárjunk. Villogtatni szoktam. Megáll... Hát jó, itt az autópálya lehajtó nem fogok megállni, gyerekek, de majd lenne a leállósabban, bevárok akkor mindenkit, aki... Jó, szerintem láttak már titeket, kanyarodtok, ugye? Körforgalom, vagy valami hasonló. Autópálya lehajtó, vagyis hát felhajtó, vagy mi ez, tehát lemegyünk az autópályára, mondtam, de ja. Aha, csak én most beakadtam. Akkor gyerekek. Most már jó. Jó. Ezt is elfelejtettem benaplózni. Oh my god. Jó, szűk ez a... szűk. Na, szóval érted? Értjük. Ezt nem ragozom tovább, szerintem. Szerintem sem. 97-tel lehet menni, na. Aha. Toljuk neki. Jöttek utánam? Ja, csak nagyon elhúztál. Ja, akkor lassítsunk. Lassíts. Andit látom a visszapillantóba, Kinget elől. Itt vagyunk. Követési távolság az körülbelül mennyi legyen? Hát olyan negyed kamionhoz. Hogyha ja, visszalagol az illető, akkor se legyen baleset belőle. Oké. Okay. Na, megint otthon kanyarok el. A lényeg legyél az illető seggébe. Ja. Úgy, mint most én a tiédben. Az enyémbe? Uh-huh. Nekem nem tudom mi, nekem még most kanyarodsz ki. Aha, itt vagyok. Mondom, késik néha a multi. Mennyi a pingem? 47 millisekundum, hát ez nem sok. Neked zsömlöm, mennyi a pinget? 70. Ez még Andinak meg 45. Jössz a jobb oldalon, rohadt állat. Vigyázzatok, mert megy egy őrül. Láttam, most rám visszadudált. Hát ez nálam még izé jobb oldalon jött, mondom, mi is innen. Takarodj. Belém jött. 64-gyel lehet egyébként menni. Uh-huh. Én most 59-en vagyok. Én most gyorsítok egy kicsit, most én egy 55-en voltam, egy kicsit bevárjak titeket. Csak úgy nagyon távolodtatok, gondoltam szóló. Tolunk egy dudát 3-ra, 1-2-3. Tök jó.
Ennek a youtuberek. Én nem hallottam belőle semmit, szóval csak nyomtam a H betűt, az kész. Mindegy, de láttam, mert megjelent az a Duda. Mert mondom, az Avermedia befagolt. Megjelent a Duda a kamionod mellett, úgyhogy teljesen jó. Ja. Na most legalább jól lehet hallani a beszélgetés többi résztvevőjét, úgyhogy örüljetek neki. Hang. Ja. Jó lesz. Majd legközelebb már úgy beállítom, hogy a hang is jó legyen, meg a beszéd is jó legyen, meg még alá majd a zene, és akkor lesz. Na, tankolni nem kellett csak. Persze csak no copyright, mert mit érne a YouTube no copyright nélkül, vagy izé copyrightos gyek nélkül? Igen. Hát semmi nem lenne, úgy érzem. 53 perc a fuvar, mi? Megértem, hogy miért csatlakozott annak idején Freddy D. Inda videóhoz. Hát, miért is ne? Izé, holnap már nem lesz csatornám. Töltöm ezt a videót, YouTube megnézi, Mr. YouTube azt kibannol. Ennyi. Nem lesz holnapra már csatorna. Ennyi, magam, meg egy bombi. Izé, Inda videó Insta reklám, hát nem kell. Szerintem igen, szerintem ezt az Inda videó szót én majd kisípolom, nehogy rájöjjenek. Ja. Miattad letiltja az összes csatornát a YouTube. Csak nem. Milyen kanyargós hát, a nekem is ki kéne sípolni, csak még nincs síp hangom, majd lesz, majd letöltem. Én most töltöttem le a napokba. Az effektes videóhoz. Nagyon szép, szép ja, az egész hold. Izé, nehogy anyuci megsértődje, hogy egy csúnya szó van a videóban, tudod? Yeah. Nem szabad. Egyáltalán Disco. Ez egy-egy-egy. Még 36 perc és 37 kilométer. 34 kilométer, 33 perc és éles kanyar jobbra. Áááá! Most meg éles kanyar balra. Kanyarok vannak szóval itt. Ez valami rally navigátor vagy? Hogy így mondod, hogy yeah. Éles kanyar erre, éles tudod, kanyar igen, rally navigátor. Én vagyok a konvoj vezető. Tudjuk, hogy mire számíthatunk, tudod. Nem mint hogyha nem látnátok, mert körülbelül 2 méterre vagytok tőlem, de azért navigálom. Ó, hidat nem mondtad, more. Hát legyen már valami meglepetés is, tudod, gondoltok karácsony ajándéknak egy hit. Ne legyen már minden ön egyszerű. Neked is kelljen már valamit csinálni, itt navigálok helyettetek, vagy még világít is, és akkor semmit nem csináltok, legalább egy hitat kapjatok a nyakatokba. Ennyi. Egyébként te milyen jó, hogy egyetlen egy lámpa sincsen végig az úton, vagy bármi. Hát mivel, hogy nem szokott lenni lámpa az úton, tehát itt nem azért mondom, de ja. Ilyen olyan úgymond helyközi úton nem szokott lámpa lenni, csak de a még őzike se volt. Ütöttél már? A magyar módban van. Itt jön egy szembe kamion-e. Szembe kamion, szatja. Nem szembe kamion. Majd is volt szembe kamion. Kicsit gyorsan Pihet, megyek. Ez meg vész izé. Vagy az index, hogy mit csinálja, nem izé. Pihen. Elakadási jelző, nem vész villogó, elakadási jelző van. Ja, vagy valami ilyesmi. Hát én most egy kicsit gyorsan hajtok, hogy utol érjelek titeket. Jó, most csak. Az is kell, Pedál to the Metal. Az volt az egyik kamionos játéknak a neve, 18 Wheels of Steel, Pedál to the Metal. 18 Wheels of Steel sorozat összes tagjával játszott. Na itt lesz egy jobbra kanyar, ahogy látom. Egyik kedvencem a Pedál to the Metal volt egyébként. PTTM. Ti normális vagy, a rohadt anyád! Na erre majd kíváncsi leszek. Hát ezt nem hiszem el! Ez hülye! Ez hülye! Hát ez nem normális. Hát beszarsz. Itt villog előttem. Jön jobb oldalon, érted? Te telibe stukkold. Arról édesanyádat. Normálatlan barom. Ilyen az élet is egyébként. Csak ott már nem ordibálsz utána. Ja. Jön jobb oldalon, ez hülye, ez esküszöm hülye. Mi megyünk a bal oldalon, akkor ő nem a jobbon kell, hogy menjen, basszalak meg. De nem úgy neki jobb oldalt jött. Ja, vágom. Neki jobb oldalt jött, ez majdnem belém jött. Vagyis ennek szóval majdnem 2% károsodás pluszban, már nem tudom hány ember lesz a javít. Jó, beégettem magam, oké, zsömle. Nem, mert ez félrejtető volt tényleg, mert hogyha nekem nálunk nézzük a jobb oldalt, akkor tényleg jó fele lehet, hogy jönni, ez így nem mondtam, hogy melyik nézetből. Rátaláltál Carlisra.
Én itt már voltam, úgyhogy... Nekem is új város. Ja, már csak van 48-on 48. lehet menni. Szóljatok már, nyomom a pedált ezerre, vagy mi ez, billentyűzet. Á, bár csak pedál lenne, jaj, de jó lenne. Baj lesz. Nem baj, majd karácsonyra. Akkor legalább már G27 lesz, nem adjuk alá. 75 ezeres kormány. Jó, édes anyátokat adjátok annyiért. Kérjél a Mikulástól. Tát széle. Fú, én most a jobb oldalon megyek, bazzeg. Andi, jöttél utána meg a láb? Igen. Jó van, akkor... 100 euró büntetés. A birka csorda. Én nem kaptam. Majd mindjárt ne aggódja. Látod, Zsölle a nőknek elnézik. Vagy mellett oda is ír az a srác. Vagy Zsömle fizette az enyémet is. Lehet. Mert a Zsömle amilyen gáláns. Ennyi. Megvárjuk, még King beáll, és akkor egymás után. Azzal rögtem, izé, az a rögtem, hogy izé, macskás kurva anyádat az előző rész. Ja. De én nem hallottam belőle semmit, tehát én így teljesen így néztem a mikrofont, vagy izé így képernyőt, ilyen meglepődött arccal mondom, mi bajod van neked? Elment az eszed, vagy mi van? Ja. TS hangot megnéztem, hogy hány tonna a rakomány, mert ezt nekem el kell könyvelni, mert én cégtag vagyok, és én is vagyok, és... Van. 170 levezetett kilométert tettünk meg, 78 liter üzemanyaggal, Amsterdamból. Látsz tőlem? Vagy elgribálják? Én már beálltam. Ja, jó. Jó, hogy ti már ilyen profik vagytok. Mondhatjuk. Fél profik. Te is ilyen profi leszel, még egy-két nap, aztán júj. Hol van? Hát én még külső nézetből nézem, mert én még... Én is külső nézetem. Zsömi is csak külsőből tud parkolni, én meg csak belsőből. Ja, csak láttam, hogy a Zsöminek a múltkor beszóltak miatt aztán. Ja. Gondoltam jó, még miatt külsőből parkol? Ha. Na most már nem vagyok mínuszban, van 2000 euróm. Folyamatosan vonni fogja, mert hitel, tudod. Jaja. Hogy majd kell fuvarozni. Legalább egyel több ok, hogy játsszál. Így van. Hogy törlesz a hiteleket? Aha. De legalább ma van saját kamionom. Na, hogy állsz, Andi? Elég rosszul. Úgyhogy szerintem az én parkolásomat meg se kell várni. Próbálkozz csak, közben várjuk az információkat. Miféle infókat? Hát, hogy sikerül beállnod. Jó, hogy ti ezt Hamburg-Bréma, az melyik volt? Az mai fuvar volt, vagy tegnapi? Hamburg-Bréma. 133 kilométer. Ja, nem 113, hanem 133, jó van. Csak közben elgépeltem. Annyira FPS dropok vannak, hogy... Aha. Van ott más is valószínű azért. Hát még ti itt vagytok elméletileg, vagyis hát... Mutatja. Akkor én megyek egy csima indításra, azt akkor legalább onnan elrakom, vagy elmegyek addig onnan. Nagyszerű. Jó, hát akkor most gondolom egy fuvarnyi videó volt, gondolom, de most már így nem kezdünk bele újabba. Aha. Hogy nem tudom. Igen. Úgyhogy én elköszönöm, mert én lepakoltam magamat, aztán a többiek még, vagy Andi még rendezkedik. Én is. Szerintem én is elköszönök, mert ki tudja, hogy mikorra sikerül ezt lepakolni. Hát gyorsítsd föl, Zsömle is először úgy csinálta, hogy fölgyorsította, aztán kész. Ja, majd föl lesz gyorsítva. Ennyi. De mindesetre... Én elköszönök a nézőimtől. Én is. Következő részben találkozunk, reméljük lesz még ilyen hármas vagy akár többes kamionozás is, majd hát kiderül. Úgyhogy addig is sziasztok. Hello. Én sziasztok. Is. Zsömle is elköszön, úgyhogy majd jövünk. Pá, pá.